Üdvözöllek! Száz Gábor vagyok, a Magyarországi Jelenkár, könnyen leszokni a Dohányzásó Központ vezető tanácsadója. Ebben a videóban megmutatom, hogy mi a kilenc legveszélyesebb téfit a dohányzással kapcsolatban. Ha foglalkoztat a leszokás gondolata, akkor nem árt megismerned őket. Nem kell velem egyet értened, sőt, biztos vagyok benne, hogy fogsz olyat találni közülük, amiben te is a mai napig szentül hiszel, és ha úgy adódik, pajsként tartod magad előtt a leszokás elodázására. Oké, semmi vész, tarts velem a lista végéig. Az első számú tévhit. A cigi nem annyira káros, elég csak végigmenni a körúton, a nagyvárosi szennyezett levegő legalább annyira káros az egészségemre, mint a cigi füst. Ezt ugye senki nem gondolhatja komolyan. Még a legszennyezettebb nagyvárosi levegőben is alacsonyabb a károságok koncentrációja, mint a dohányfüstben. Azt tudod, hogy egy cigarettában körülbelül 1200 vegyület található? Ebből 40 komponens ma már bizonyította rákeltő hatású. Azt pedig már nem is említem, hogy a dohányosok nagy része a nagyvárosi levegő mellett szívja még a füstöt is. A második téfit. Én a light cigiket szívom, azokban alig van kátrány nikotin. Akkor most tisztázunk valamit. Nincs olyan, hogy egészségesebb cigi. Ma már egyrészt tudjuk azt, hogy még egy lightnak feltüntetett cigarettából is könnyedén bejuthathatjuk a szervezetünkbe, csak nem ugyanazt a nikotin adagot, mint egy erősebb cigarettából. A dobozokon feltüntetett nikotin, kátrány és szénmonoxid tartalom ugyanis egy géppel végzett mérés eredménye, ami csupán egy dolgot nem vesz figyelembe, hogy ki milyen intenzitással és mennyi ideig szívja a cigarettáját. De ami ennél is nagyobb probléma ezzel a tévhittel, és egyúttal a light és az e-cigivel, hogy ezektől a gyengébb cigarettáktól ugyanúgy függő maradsz. Harmadik tévhit leszokni, borzasztóan nehéz. Miért? Rászokni könnyű volt. Na de a viccet félretéve ez egyáltalán nem igaz. Nem kell, hogy nehéz legyen. Abban a pillanatban, ahogy a mentális függőségedet, tehát a dohányzással kapcsolatos gondolataidat helyre tudod tenni, már is megnyerted a háborút. Biztos te is sokat hallott, hogy minden fejben dől és ez így is van. Ha megvan a módszered, ha megérted a függőséged működési mechanizmusát, akkor tudsz sikerrel harcolni ellene. Törzs le te is a dohányosokat segítő ingyenes tanulmányomat, ahol többek között ebben fognak neked segíteni belinkelem ide a videó alá a pontos linket, az egészhez csak egy regisztráció szükséges. Na de menjünk is tovább. Itt a negyedik tévhit, 30 évú dohányzás után már minek szokjak le? Azért, mert a leszokás nem korfüggő. Bármilyen idős korban és bármilyen hosszú aktív dohányosi múlt után is teszed le a cigit, annak rövid időn belül kimutatható előnyei lesznek a szervezetedben. Na meg a pénztárcádban és a környezetedben is. 5 év alatt napi 1000-1200 forintos cigarettával számolva, például közel 2 millió forintot spórolsz meg, ha leszoksz. Megéri? Ez el. Ötödik tévhit, a dohányzás csak egy rossz szokás. És igen, elérkeztünk a legveszélyesebb tévhithez. Körmöt rágni, meginni naponta 8 kávét, rendszeresen kihagyni a reggelit, és rákattanni mindig egy újabb sorozatra, na ezekre mondhatjuk, hogy rossz szokás. De a dohányzás egy kőkemény függőség. Ráadásul nem csak fizikai, azaz nikotinfüggőség, hanem ami ennél is nagyobb rabságot jelent, mentális függőség egyszerre. Aki ezt elfogadja, annak többé nem lesz kérdés, hogy miért nem tud minden ember puszta akaraterővel leszokni, hogy miért esik vissza az önerőből leszokni próbáló 95%-a. Ahogy az sem, hogy miért tűnik olyan pokoli nehéznek első ránézésre a leszokás minden dohányos számára. Hatodik tévhit, az alkoholfüggőség sokkal károsabb, és azt mégsem üldözik annyira, mint a dohányosokat. Ma már tudjuk, hogy orvosi szempontból a dohányzás ugyanolyan drogfüggőség, mint a kokain vagy a heroin használata. Sőt, a fent említett mentális függőség szempontjából még alattomosabb is ezeknél a kemény drogoknál. Dohányzás miatt Magyarországon minden 26. percben meghal egy ember, és minden második dohányos a dohányzással összefüggő betegségben hal meg. Ezek után szerinted érdemes azzal érvelni, hogy bezzeg az alkohol károsabb? Hetedik tévhit, ha leteszem a cigit, el fogok hízni. Igaz, hogy aki dohányzik, annak idővel egyre romlik a szag és ízérzékelése is, ezzel párhuzamosan pedig sok esetben az étvágya, ám ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a dohányzás elhagyása után törvényszerű az elhízás. Aki a dohányzás elhagyásakor nem változtat túlságosan az étkezési szokásain, nem menekül egészségtelen ételek nassolásába, az nem is fog elhízni. És az ennyi. Ezzel szemben a dohányfüst igazolta a rákkeltő hatású, szóval jó ötlet lehet fogyókúrának használni a cigit? Hát én nem vagyok biztos benne. 8. tévhit: A dohányzás segít leküzdeni a stresszt. Érezted már magad beszorítva egy helyzetbe? Nem volt új érzés, igaz? pedig a dohányzás pontosan egy ilyen ördögi körben tartja a szervezetet. Hiszen mi történik? Ha egy nem dohányzó ideges, és rágyújt egy cigire, attól még egyáltalán nem fog megnyugodni, igaz? Persze, hogy nem, hiszen egy szá cigivel semennyire sem módja meg azt az idegességének a valódi okát akkor hogy lehet az, hogy egy dohányos mégis úgy érzi, megnyugszik a cigitől? Hát úgy, hogy egy dohányosnál alapvetően a szervezete által megszokott nikotinszint csökkenése okoz feszültséget. A szervezet ugyanis idővel hozzászokik a folyamatos nikotinbevitelhez, és amikor ez a megszokott nikotinszint lecsökken, akkor jön a hiányérzet, az elviselhetetlen nyugtalanság és feszültség érzése. Ezt az érzést pedig csak egy újabb cigaretta elszívásával lehet csillapítani. Látod már, hogy zárod magad minden egyes cigivel egy ismétlődő ördögi körbe? És ezzel is érkeztünk az utolsó, azaz a 9. tévhithez, bármikor abba tudnám hagyni, ha akarnám. Biztosan? Talán ez a dohányzásod kezdetén így is volt, de szép lassan már nem te uralod a cigarettát, hanem ő ural téged. A dohányzás sajnos pont nem arról szól, hogy független vagy és szabadon dönthetsz. Éppen ellenkezőleg függőben vagy. Márpedig egy függőségtől szabadulni az emberek 95%-ának akaraterő mellett külső segítségre és egy jó módszerre is szüksége van. Az a jó hír, hogy létezik egy olyan módszer, ami mindenféle segédeszköz, gyógyszer és akaraterő nélkül képes megszüntetni a mentális függőséget. Ha érdekel, hogyan működik az ellenkár módszer, kattints a videó alatti linkre. Köszönöm, hogy velem voltál, sok sikert a leszokáshoz!